A hermelin vagy ritkább nevén hölgymenyét hazánk védett emlőse, eszmei értéke 50 ezer forint. Nem tartozik a sűrűn elterjedt fajok közé, de egyedeivel akár Keszthely környékén és a Kis-Balatonnál is lehet találkozni. Jellemzően éjszakai életmódot folytat, a szakemberek rágcsáló specialistának tartják. Kedvelt táplálékai a pockok, így a mezőgazdasági területeken jó szolgálatot tesz a rágcsálók irtásában. Emellett azonban főként a nagy, nyílt területeken és vizek szomszédságában érzi jól magát. Az idén az év emlősének választotta a hermelint a vadon leső program. Mi arra gondoltunk, hogy az idei évet a klímaváltozás és annak olyan rejtett hatásaira építjük fel, mint például a hermelin is mutat, hiszen a hermelin kétféle bundaszínben jelenik meg, télen normál esetben fehér színű, nyáron pedig ez a rozsdabarna hátú oldalú színben jelenik meg. Azonban ahogyan egyre ritkulnak a havas, illetve hideg telek, egyre jobban eltűnik, egyre kevesebbszer látható a fehér változat, hát marad barna színű ez a hermelin. És ez is felhívja a figyelmet arra, hogy egy sor olyan jelenség van a háttérben a klímán folyamatos változása mögött, amire nem is gondolnánk. Az Agrárminisztérium égisze alatt működő vadonleső program 2014 óta évente kiválasztja az évemlősét. Más programokhoz hasonlóan itt nem szavaztatják meg a lakossággal, hogy ki legyen az adott év állata, ugyanis a kiválasztott emlős köré számos érdekes és figyelemfelhívó eseményt építenek. A szakemberek azt tapasztalják, hogy nagyon népszerű a kezdeményezés, és egyre több ember figyelmét sikerül felhívni az állatvilág és a természetvédelmének fontosságára. A középkorban volt jellemző, hogy a nemesek a ruházatukat hermelin prémmel díszítették, ez kizárólag ugye nemeseknek a kiváltsága volt, hiszen nagyon értékes bundát képvisel. Hát el lehet képzelni, hogy mennyi állatot kellett felhasználni egy-egy, akár egy palást, vagy egy egyéb viseletnek az elkészítése során. A Geolikon állattudományi tanszékén több preparált hermelin is található, hiszen ezek oktatási célokat szolgálnak. Dr. Kovács Szilvia azt mondja, a hermelin az egyik legnehezebben megfigyelhető emlősünk, egyrészt kis példányszáma miatt, másrészt pedig azért, mert jellemzően elkerüli az emberek lakta településeket. A Geolikon adjunktusa hozzátette, ez a ragadozó fontos helyet foglal el a táplálékláncban. Ő egy rágcsáló specialista. Tehát a pockok, a kúszapockok egy nagyon kedvelt tápláléka. Előfordul mezőgazdasági tábláknak a szegélyében, ahol viszont ugye a pockoknak a gyérítésében ugye szerepet játszik. Azonban ugye az emberi településeket azt kerüli, és a mezőgazdasági területeken az sem kedvező a számára, hogyha például túl sok kemikáliát használnak, rovarírtókat, rágcsalírtószereket, azokat is el fogja kerülni, azokat a területeket. Tehát így az apró, tehát a kis rágcsálóknak a gyérítésében fontos szerepe van. A klímaváltozás a hermelint is fenyegeti, hiszen az évszakkal összefüggő bundaváltása a túlélést segíti. Télen ugyanis a hóban fehér bundájával könnyen el tud rejtőzni a nagyobb ragadozók elől. Éppen ezért jelent veszélyt az, ha a hó később érkezik, hiszen a bundaváltáshoz 3-4 hétre van szüksége az állatnak.